Kedves nézőink, üdvözöljük Önöket az Agrárpercek műsorában. Az elmúlt évben már megismerhették Zsótér Károly mincenti lakost, aki fűszerpaprikájában használta az AgroSolution-t, és kiváló eredményekről számolt be. Ön megígérte, hogy használni fogja az AgroSol likvidet, amely sokkal hatásosabb eredményeket hozhat a termesztésben. Most itt állunk egy csodálatos fűszerpaprika tábla mellett. Érdeklődünk, hogy használta-e ezt az új anyagot? Természetesen örömmel használtam, hiszen az ígéret az nem arról szólt, hogy én most valami olyat teszek, ami nehezemre esik, hanem olyat, amely a paprika és az én gazdálkodásom hasznát is hozhatja. Természetesen használtam, és hála Istennek tapasztaltam is az előnyeit. Ennek az anyagnak a kijuttatása könnyebbe, mivel nem por, hanem folyadék. Így van, mindenféleképpen az elmúlt esztendőben az AgroSol termékeit használva az volt a legnagyobb gond, hogy a por alakú permetezőszert csak nagyon nagy nyomású permetezővel tudtunk kijuttatni, és az a felszívódási hatékonyság, amely ugye elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy ez működjön, igen kicsi volt. Az idén viszont a többi permetszerrel együtt hatékonyan és gyorsan ki tudtam juttatni ezt a szert. Ez az új anyag, az AgroSol Liquid, a természetes karbonátokból álló ásványi anyagkeveréken kívül tartalmaz auxinokat, citokinineket, aminosavakat. Ön tudna arról valamit mondani, hogy ezek az anyagok milyen hatással vannak a növényzetre? Igazából azt tudom, hogy ez már más, mint az előző anyag. Ezeket a csoda kifejezéseket igazából nem tudom talán kimondani sem, illetve pontosan nem is tudom, hogy mit jelentenek. De az biztos, hogy az látszik a növényen, hogy kétszer-háromszor nagyobb a gyökérzete, mint annak a növényzetnek, amely kontrollként megfigyelhető. Hozzá kell tenni azt is, hogy a növényzet fejlődése hatalmas lendülettel zajlik, és azt a jellegzetes tulajdonságait, mikor egy-egy ilyen elágazásban egy virágot hoz és paprika lesz rajta, az sokkal intenzívebben végzi. Úgy tudjuk, hogy ön egy kontrolltáblát is hagyott. Meg tudná ezt mutatni nézőinknek? Összehasonlítva a kezelt táblával, milyen különbségeket tudna elmondani? Nos, hát nem vagyok én túlságosan nagy paprika termelő. A szeretet, a kertész lélek, a parasztgyerek mi voltam, hajt mindig ki ide a hobbitelkekbe. Vettem 12 ezer szem palántamagot, amelyet kétfele osztottam, ugyanazon a helyen neveltük a palántát. A kiültetésnél viszont két külön táblába palántáltunk. Az egyik táblát kezeltem, a másik táblát pedig nem kezeltem AgroSol likviddel. Szemmel látható a különbség. És akkor itt is ágazik el, ott is. Így van. És ahány ilyen elágazás, annyi paprika lesz. Hát most, ha csak satszolom körülbelül a hatványozódóan, ha puhább lenne a föld, akkor... Ezt a paprikát ön honnan vette ki? Igen, a kezelt táblából vettem ki, és nagyon szépen látszik az a gazdag, vastag növényzet és az a, vagy a gyökérzet. Most még talán hosszabbak lettek volna egy öntözés utáni időszakban, hiszen sok beleszakadt. Tehát látszik, hogy milyen erős a gyökérzete a növény nagyságához képest. Ez az leglátványosabb előnye ennek a fajta permetszernek. Ezt is óvatosan beszedném fő. Most azt kérem, mondj el, hogy ezt a paprikát honnan vette ki? Ez a paprika tő abból a táblából származik, amelyet nem kezeltem a AgroSol likviddel, és hát szívesen oda teszem a másik mellé. Legközelebb ősszel találkozunk, amikor a betakarítást elvégzi, és örleményben ismét el tudja mondani, hogy mennyivel több fűszerpaprikája lett a kezelt területen, a kezeletlenhez viszonyítva. Most persze, természetesen. Az elmúlt esztendőben tapasztalhattam, hogy a por alakú AgroSol termék mire volt képes. Kíváncsi vagyok, hogy mennyivel változik ez a dolog, hiszen ugyanazt a fajta magot vetettem el. Évek közt persze lehet időjárás különbség, de a termés majd meg fogja mutatni és megmondja, hogy megéri-e az AgroSol likvidet használni. Az elmúlt esztendőben 30%-kal volt jobb a termés mennyiségében azon a területen, ahol az AgroSol terméket használtam, ahhoz képest, ahol nem. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az új termékkel
a likviddel milyen eredményt tudunk majd elérni. Azt gondolom és azt határoztam el, hogy ősszel majd, ha újra találkozunk, és remélem, hogy találkozunk, egy laboratóriumi eredménnyel is alá tudjuk majd támasztani reményeim szerint az eredményt. Köszönjük a beszélgetést, akkor találkozunk ősszel. Így van, köszönöm én is.